Az egyik fejlesztő szoba a több közül. Egy korábbi leromlott épület felújításával és átalakításával hozták létre ezt a képzőközpontot Nyíregyházán, a Szent István utcán. A helyszín a nemrég spanyol mintára elindult mentor állásprogram centruma lesz, amely Down-szindrómás, autista vagy egyéb enyhe és középsúlyos fogyatékkal élő fiatalok integrálását támogatja. A mentorálás program fogyatékkal élő fiatalok nyílt munkaerőpiacra jutását akarja elősegíteni. Magában a mentorházban, ahol itt állunk, itt fejlesztéseket és egyéb foglalkozásokat fogunk adni azoknak a fiataloknak, akiket a programba bevonunk, de maga a programnak az öme az kint fog terepen zajlani, és az lesz az eredménye, hogy Nyíregyházán a nyílt munkaerő, a különböző cégeknél meg fognak jelenni fogyatékkal élő munkavállalók, akár értelmi fogyatékkal élők is. A képzés segít a résztvevők számára, hogy a lehető legtöbb mindenben önállósodjanak, és hogy saját maguk által megszerzett jövedelmükkel jobb társadalmi helyzetbe kerüljenek. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere azt mondta, a fogyatékkal élők támogatása fontos városi ügy, amelyben több szakmai szervezettel együtt dolgozik az önkormányzat. Ezért hoztuk létre a Városházán a fogyatékosságügyi tanácsot, amelyben 10 szervezet képviseli a fogyatékosokat, azért, hogy folyamatos konzultációnk, információnk legyen arról, hogy mik a legfontosabb kérdések, feladatok, megoldandó problémák, és hogy ebbe tudjunk segíteni. Hát az alapítvány pedig, azt gondolom, ezt nem kell hangsúlyozni azoknak, hogy itt vannak, ezt elsők között tűzte az zászlajára, és azt gondolom, hogy hosszúnak tűnhet ez az idő 2010 óta, de mégis talán a legjobb időzítése van a mentorháznak, mert Nyíregyházán az ipari park fejlesztésével is, meg a gazdaságfejlesztési programunk előrehaladtával rengeteg több ezer új munkahely lesz a következő években, és én nagyon remélem, hogy ebbe a folyamatba, ebbe a programba a mentorház is be tud majd kapcsolódni. Az együttműködés pedig nem csak városi, hanem vármegyei szinten is működhet. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke arról beszélt, a fogyatékkal élők munkához jutását a Paktum Plus programon belül a vármegyei önkormányzat is segíti. Nagyon fontos célt szolgálnak, és legalábbis a probléma feltárása ügyében már a megyére is kiterjesztették a csápjaikat, a vármegyében is szűrő programokat, felmérő programokat végeznek, és ez nagyon fontos tevékenység, és reméljük, hogy gyarapodik majd a tevékenységi körük úgy, hogy Nyíregyházán kívül is majd ki tudják fejteni áldásos hatásukat. Nagyon fontos társadalmi küldetés az, amit ők végeznek, és ezúttal is köszönöm minden támogatónak, hogy segítik a törekvéseiket. És valóban, ahogy polgármester úr is mondta, a munkahelyi paktum révén keressük az együttműködés lehetőségeit. Nyíregyháza új innovatív képzőközpontjának kialakítását több vállalkozás, kiemelten pedig egy dán multinacionális vállalat alapítványa támogatta.